stabil költségvetést fogadott el legutóbbi ülésén Csongrád képviselőtestülete. Az adóbevételek jelentős mértékben emelkedtek. Szubjektív-objektív címmel Martini János amatőr fotográfus alkotásaiból nyílt kiállítás a Csemegi Károly könyvtárban. Megnyílt Bencsik Szilveszter emlékkiállítása a Csongrád galériában. Az alkotásokat március 17-éig tekintheti meg a nagyközönség. Vidám télűző programokat tartottak Csongrád több helyszínén. Az előrejelzések szerint valóban beköszönt a tavasz. Több dobogós helyezést szerzett az elmúlt időszak versenyein a Dr. Papp László Birkozó Egyesület. Köszöntöm nézőinket! Önök a Csongrád Televízió híradóját látják. Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a képviselőtestület elfogadta Csongrád 2017-es költségvetését. Az egyik legjelentősebb eredmény, hogy a kiadások több mint 90%-ára már tervezhető a forrás. Ez többek között az emelkedő adóbevételnek köszönhető. Csongrád polgármestere a Közéleti Mozaik című magazin műsorunk felvételén ismertette a 2017-es költségvetés legfontosabb elemeit. Működési hiánnyal nem számol az önkormányzat, ugyanakkor szintén fontos eredmény, hogy ez az első olyan költségvetés, amelyben a saját bevétel és az állami támogatás aránya megfordul. Megítélésünk szerint stabil a költségvetés, ezt elmondtam a költségvetés előtti szóbeli kiegészítésben, hogy azt tudjuk mondani, hogy 90-95%-ban biztosnak látjuk minden kifizetésnek a hátterét. Ez azért fontos, mert ez a lényegesen nagyobb kockázatokkal terveződtek korábbi költségvetések. Ahogy az egyik képviselőtársam mondta, talán még némi óvatosság is van benne. És az óvatosság az pont az adóbevételek miatt van. Tehát az önkormányzat normál működési, vagy úgymond költségvetése, vagy is mondhatnám, induló költségvetési keretösszegének most már gyakorlatilag szinte 40%-át az adóbevételek teszik ki, és ebbe bármilyen törés bekövetkezik, hiszen akármilyen gazdasági események történhetnek, és itt 10 milliók, vagy az adott esetben 100 millió hirtelen hiányozni fog, az már egy komoly működési problémát okozhat, és épp ezért van úgymond a tavalyi tényleges bevételekhez képest, mint egy 100 millió forinttal, vagy még kicsivel többe is aláterz az adóbevétel, de úgy, hogy különösen az iparűzési adóbevételnél azért megnéztük az adóalapokat, és az alapján egy reális számot kívántunk a testület elé tárni. Tehát, hogyha azok az adóalapok alapján számolt adó befolyik, akkor ez az adó be fog folyni. A stúdió beszélgetés során többek között a gazdaság, az egészségügy és az oktatás helyzetét is értékelte Bedő Tamás. Csongrád polgármestere a tervezett sportlétesítmények költségvetésére gyakorolt hatását is kifejtette. Amíg van TAO forrás, addig igyekszünk a TAO forrásokat kihasználni. Most a fedett medencének a kialakítása van előttünk, azért itt még gyűrköznünk kell a források. Nem csak a TAO, hanem az egyéb források összeszedésében is, hiszen ezek 15-ös tervek alapján készült költségbecslések, hát szépen elszálltak az árak. Tehát itt azért fel kell készülnünk arra, hogy jelentősebb állami forrásokra kell gyúrnunk, vagy több TAO-ra, hogy az önkormányzat egyébként ezt pár 10 millió forintos önerővel megoldja, hiszen ez egy nagyon drága beruházás lesz, ez már most látszik. De sehol nem olcsó. Tehát ezt azért hozzá kell tenni, hiszen rengeteg épészetet igényel egy-egy ilyen fedett terület. A kézilabdacsarnok pedig ott áll, hogy áprilisban benyújtjuk akkor a pályázatot, a TAO pályázatot, a tervezés költségén finanszírozása, és ahogy az halad, úgy haladunk majd mi is. Hát bízunk benne, hogy a állami forrást ott is az önerőhöz megkapjuk, hiszen ott úgymond munkacsarnokra delikált forrás van önkormányzat részére, már Csongrád részére, a Kézilabda Egyesület részére, hiszen ő a támogatott. De hogy ezt mikor fogják pontosan biztosítani, ezt most még nem lehet tudni, és ugye a TAO rendszer meg aképpen változott, csökkent a társasági adó mértéke, és a csökkenő társasági adó az csökkenő TAO bevételt is jelent a következőkbe. Ez nekünk finoman szóval sem a legjobb kójött, még nem lett volna baj, hogyha legalább december 31-ig így van, mert akkor még egy jelentősebb forrás gyűjtésre előttünk állt volna. A teljes beszélgetés csütörtökön 19 órakor a Közéleti Mozaik című műsorunkban tekinthetik meg. Szubjektív-objektív címmel Martini János amatőr fotográfus alkotásaiból nyílt kiállítás a Csemegi Károly könyvtárban február 24-én. A főként Csongrádról készült fotók mellett számos különleges portrét is készített az alkotó.
Martini János fotográfus alkotásaiból nyílt kiállítás a Csemegi könyvtárban. Mostanság két özönről, két cunamiról beszélhetünk, hiszen elárasztanak bennünket a képek, a fotók. Körbevesznek bennünket a fényképek, az úgynevezett technikai képek. Éppen ezért a 19. század közepét az úgynevezett technikai kép, a fotográfia megjelenését döntő jelentőségű eseménynek minősítik az ember és a valóság viszonylatában. A fotó ugyanis arra bizonyosság, hogy amit a képen látunk, az egyszer létezett. Ezzel a megállapítással együtt igaz az is, hogy a fénykép nem hazudik megállapítás, valójában sohasem volt teljesen igaz, hiszen mindig is léteztek eszközök és módszerek a képek alakítására. Több mint 6 évvel ezelőtt kaptam az első felkérést, hogy egy önálló kiállítást tartsunk közösen a könyvtárral itt Csongrádon, de akkor én úgy éreztem, hogy nem megfelelő még az időpont, és egy évvel ezelőtt a könyvtár igazgatója, Péter, Illés Péter többször felvetette, hogy csináljuk meg azt a kiállítást, és akkor azt mondtam, hogy igen, most már talán vagyok olyan érett, mint fotós, hogy lehet vállalni egy önálló kiállítást. A tematika az alapvetően 3 részből állt, alapvetően a portré, az, ami az egyik nagy kedvencem nekem, a város, illetve a természeti szépségei, értékei, és a harmadik, talán ez az egyik legfontosabb, a nagyon aktuális Szent Rókus templom könyvből részben kimaradt fotók, illetve az ott megjelent fotók egy része. Egy jó fotó elkészítéséhez édes kevés a jó technika. Egyedi látásmóddal kell rendelkezni a fotósnak. Nagyon jó a úgymond az alapszettem, az alapfényképezőgépen. Nagyon jó objektíveim vannak, konkrétan 4, és a szoftverek is világszínvonalúak. De szerintem ezek nem sokat jelentenek, csupán színesítik a dolgot. Lényeg az, hogy a fotónak mi a tartalma. És ugye egy nagy klasszikus mondja, hogy a fotó akkor jó, hogyha nem csak nézik az emberek, hanem el is gondolkoznak rajta, mit látnak. A Laci nagyon szép beszédében kiemelte ezt, hogy az ő értelmezésében is klasszikusokat idézett, nincs különbség amatőr és úgymond profi vagy hivatásos fotós között. Szerintem jelentős különbség van, fenntartom ezt a véleményem, mert egyrészt én autodidakta módon tanultam, míg a profik azért egyetemi szintű oktatást kapnak. Másrészt pedig az autodidakta módnak is van előnye, de hosszú évek alatt tanulom meg azt, amit néhány év alatt a profik, de előnye még az is, hogy talán jobban ki tudom magam fejezni, mert van egy szabadságom, egy olyan szabadságom, hogy azt fotózom, ami tetszik, azt fotózom, ami megragadja a fantáziámat, és szemben a sok profi fotóssal, akik alkalmazott fotográfiai módszerek szerint fotóznak, és kötelező témaköröket, ami nekem nem jó. Nem jó nekem azért, mert nem szeretem a kötöttséget, független attól, hogy a hivatásom ez volt. A tárlat március 31-ig tekinthető meg a Csemegi könyvtárban, de várhatóan a régió több településére is elviszik a különleges alkotásokat. Új időszaki kiállítás nyílt a Csongrád galériában. Bencsik Szilveszter tanító festő alkotásait március 17-ig tekinthetik meg az érdeklődők. A megnyitó ünnepségen beszédet mondott Újszászi Róbert, muzeológus. A festőművész 1990-ben bekövetkezett halála után a család felkereste Csongrád városát, hogy felajánljanak közel 50 festvényt az úgynevezett állandó kiállításra. A művelődési központban közismert dallamokkal kezdődött az ünnepélyes megnyitó. A 80-as évek közepén azonban egy elég jelentős váltás következik be a művészetében, ekkor áttér elsősorban legalábbis fontosabbá válik az akvarell technika, mint olyan, ami egy merőben más stílus, mint az olajképek. És ez egy óriási szabadságot ad számára, mint ahogy általában véve az akvarell festészet is, ugye a foltszerűségéről a szétfolyó, kevésbé vonalak közé szorított ábrázolásról szól, és ebben egy kiváló követendő példára, ha nem is mesterre, de mindenféleképpen olyan egyénre talált, akire a saját szűkebb környezetében fölnézhet, és ő pedig Piroska János volt.
Piroska Jánosnak az akvarell művészetét azt nem kell bemutatni senkinek sem, hiszen ez a galéria is jelentős részben az ő munkásságára épül rá. Nagyon gyakran mutatják be képeit, sokszor állandó kiállítás formájában is. Ez, ahogy említettem, a festészetének a kezdete az 1978, éppen az az idő, az az év, amikor ő Csongrádra kerül. És talán ez nem lehet véletlen. Talán ez jelentett valami olyan váltást az életében, ami egy másfajta alkotói modornak a fölvételére, vagy egy másfajta gondolkodásra késztette. A festőművész fia Bencsik Attila örömmel mesélte, milyen megtiszteltetés számára, hogy ilyen csodálatos helyen láthatja a családja, édesapja egykori alkotásait. Itt körülnézekkel nagyon örülök, hogy annak idején, amikor édesapám eltávozott 1990-ben, akkor úgy döntöttem, hogy a képek azok egyben maradjanak. Akkor felismertem azt, és akkor is azt gondoltam, hogy a képek azért vannak, hogy az emberek csodálják őket és lássák őket. Úgyhogy a hagyatékát lezsűriztettem, és a legjobb 30 képet kiválasztottam egy zsűrivel. Ebből a 30 képből 10-et a városnak ajándékoztam, abban a célra, hogy ezt a gyűjteményt kezelje, karban tartsa a képeket, és egy megállapodás keretében két évente legalább egyszer két hetes időtartamra bemutassa. Most, hogy körülnézek itt ebben a teremben, látom, hogy nagyon jól döntöttem, hiszen ezeknek a képeknek így kapnak ezek a képek életet igazából. Ebben külön szisztéma most nincs, ez úgymond egy keveredett és egy kevert állapot tükröznek, de a technikákból azért felismerhető az is, ahogy édesapám a munkásságát felépítette, ahogyan haladt, hiszen ő kezdetben vászlatrakást tett olajképeket, és utána ezt követte a textil technika, majd későbbi életének későbbi részében, és majd az alkotói tehetsége kibontakozott, tehát rá az általam is egyik legnehezebbnek tartott akvarell technikára. Az akvarellnek megvan az a varázsa, hogy nem javítható. Tehát amit egyszer gondoltunk és rátettük a papírra, az ott maradt. És ez, amit ki szeretnénk fejezni, ahhoz kell az a magasról történő rálátási képesség és magának a technikának, a festői technikának a hatása, hogy egy képet valóban varázslatossá tesz, és pontosan azt látjuk a képen, ami a festő lelkében is megfordult. Ezekben a napokban már valóban a tavaszt idézi az időjárás. Az elmúlt héten a város több helyszínén tartottak télűző programokat, a résztvevők a népi hagyományok jegyében űzték el a telet. Régen a tülkölő, kereplő, kolompolótrázó, ordítozó busók csoportjának célja az volt, hogy előzzék a telet, és házról házra járva kifejezzék jó kívánságaikat, elvégezzék varázslataikat, és részesüljenek azokban az ételital adományokban, amiket sehol nem tagadtak meg tőlük. Bár Csongrádon nem voltak busók, de ez a városi rendezvény egyformán kínált remek kikapcsolódási programot kicsiknek és nagyoknak. Télűző mulatságra vártuk Csongrád apraját, nagyját, így február végi időpontban. Nagy örömünkre szolgál, hogy több mint 450 kisgyerek csatlakozott. A mi felhívásunkra, illetve erre a télűző mulatságra nem csak gyerekek, felnőttek is részt vettek ezen a télűzésen, és azt gondolom mindannyiunk kívánsága, hogy végre előzzük a telet, és ezt egy vidám eseménnyel szerettük volna megünnepelni. A csongrádi ostorosok felvezetésével, a zeneiskolás gyerekek dobolásával, ricsajozással, illetve a gólyalábas hulyákolók csapatával kiegészülve vonultunk a városháza elé, és azt gondolom, hogy a kiszebáb elégetésével igazán megadtuk a módját ennek a télűzésnek, illetve a tavaszvárásnak. Jaj, a Katika! Emlékszik, amikor 50 éve udvaroltam magának. A
Az előző években a Piroskavárosi Iskola kezdeményezése volt tulajdonképpen a télűző mulatsága farsangi felvonulás megszervezése. Ezt az utóbbi években már intézményünk vállalta föl, hogy kiterjesztve ezt gyakorlatilag az iskolásokra, óvodásokra, Csongrád lakosságára mindenki csatlakozzon ehhez a kezdeményezéshez, és azt gondolom, hogy egy vidám hangulatú eseménnyel zártuk a farsangot. A Kiszebábú megsemmisítésére a tűz szolgál, mely tisztító hatásával elűzi a rosszat a településről. Ismert télbúcsúztató népszokás még a tüzes kerék hajtása, mellyel a tél végére elgyengülő napot kívánták erősíteni és biztatni, hogy tartson ki, hiszen ősi hiedelmeink szerint az emberek úgy vélték, hogy a nap olyannyira legyengülhet, hogy akár ki is aludhat, ami a gonosz szellemek uralmát eredményezné. Ennek a hagyományaként a rendezvény végén meggyújtották a kiszebábot, majd tűzdzsonglőrök látványos produkciója zárta az egyórás rendezvényt. Kiszebáb, szalmabáb, havat szóra vaslapát! Nem csak Csongrádon, hanem Bokroson is elűzték a telet játékos formában népszokásnak megfelelően. A gyerekek először állarcot készítettek, majd elégették a kiszebábot, közben pedig elszavalták Mentovics Éva Télkergető maskarák című versét. A Dr. Papp László birkozó egyesület 4 versenyzője sikeresen feljutott a Diákolimpiára a kiskunhalasi versenyen. Cseh Balázs az első helyen végzett. Kovács Zsolt síbalesetéből felépülve nagy bravúrral a második helyig menetelt. Kucora Attila és Kucora Márk a harmadik helyet szerezte meg. Az év első kadett kötött fogású válogató versenyét Kaposváron rendezték meg, ahol Vajda Szebasztián harmadik, Zsírmik Tamás pedig hetedik helyen végzett. Ezzel egy időben Bócsán Cseh Balázs első, Kucora Attila pedig harmadik helyezést ért el. Góg Levente és Felföldi Máté az előkelő ötödik helyezést ért el. A legkisebbek sem maradtak érem nélkül, Felföldi Bence, Bogyó Benedek, Klebik Balázs és Tóth Ákos a harmadik helyen végzett. A sportolókat Donka Attila, Mazula Erik és Szilágyi Zoltán készítette fel a versenyekre. Stabil költségvetést fogadott el legutóbbi ülésén Csongrád képviselőtestülete. Az adóbevételek jelentős mértékben emelkedtek. Szubjektív-objektív címmel Martini János amatőr fotográfus alkotásaiból nyílt kiállítás a Csemegi Károly könyvtárban. Megnyílt Bencsik Szilveszter emlékkiállítása a Csongrád galériában. Az alkotásokat március 17-ig tekintheti meg a nagy közönség. Vidám télűző programokat tartottak Csongrád több helyszínén. Az előrejelzések szerint valóban beköszönt a tavasz. Több dobogós helyezést szerzett az elmúlt időszak versenyein a Dr. Papp László birkozó egyesület. Új híradóval legközelebb pénteken 19 órakor várjuk Önöket. Adásainkat megtekinthetik honlapunkon a www.csongradtv.hu weboldalon. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!